Aha. Érzel Aztán. Már valamit? Aha. Kérike már kész van. Azt a mindenit. Hű. Jó helyen álltok akkor. Ez enyhén csatorna. Nem olyan veszélyes, mint... Azt szerintem hagyjuk. Hát annyira nem veszélyes, mint nem gondoltam. Aha. Várja. Szerintem mi nem szabad. Van már, azért van már sűrítmények. Idáig még nem lesz Aha. Kutyus jön, már érzi. Már a Jó lesz? Sűrű. Hát azért erőteljes. Most már megnézem én is. Aha. Ez, Aha. Itt, ez már itt rossz. Hát. Jó, ha közelebb jössz, akkor érjük a különbözőt. Nem tudom olyan. Nem, azért, hogyha nem, közelről. Érzem, érzem. Aha. Nos, hát, de nem, menj közelebb. Jó. Menj közelebb, teljesen más lesz. Nagyon rossz. Mármint, jó, el lehet viselni, de hogy ebből enni nem van. Hát, az biztos. Kizárt dolog. Biztos, hogy így kell. Hány, nem fogok tőle, de ez nem. Én bekönnyeztem azért a szolgát, hiszem. Elviszi másfele a szagot. Jézus, és ez csak hús. Aha, eléggé. Na, mégis csak megkóstolod. Fú, most. Jaj, de rossz, erre hozzasz. Igazából. Nem finom. Úgy elég tömény. Nem az. Kurva sós. Nem fogok tőle, de sós, igen, ezt mondják amúgy Fogad mindenki. Meg. Ez rohadt sós. Fúj. Aha, és már jönnek a legyeknél. Most az egy dolog, hogy... Hallod, mert 8 légy. Nem tudok beállni a rababa csíkba. Szörnyű. Eddig így nem nagyon tudtam elképzelni. Hallod, amúgy. Én nem tudom, fölött állok is. Nem, mert nem arra, vissza a szél. Egyszer-kétszer. Aha, most jön. Azt a rohadt. Egy kicsit kavart föl azt a konzervet. Nem kezd föl kavarni. Nem, tehát... Mit csinálsz? Ide vonzott a szag. Eddig csak ilyen... Igen, most már a hús az erőteljes. És húzza a száját. Ferike, elfogad magadat hányni. Nem próbálok barátkozni egyébként a szaggal, hogy... Ilyen savanykás egyébként. Egyszer-kétszer, mikor úgy. És abszolút nem savanyú az íze, hanem iszonyan sós, és igazából én azért nem tudtam lenyelni, mert annyira sós, hogy borzalmas. Ha kérsz, kesztyűt adunk. Nem, most azért ennyire könnyű itt állni, mert elviszi most a szél. Viszi a szél, azért ez egy zárt helyen, gondolj és nem töménybe érzem. Limónak is megmutatod? Éri fej. Limó. Hagyjál hülyeségeddel! De tehát... Így nem zavaró a szag, tehát... Érdekes módon így nem, tehát így töményben... A szag nem zavar, hanem iszonyat sós és undorító az a sós íz, tudod? Ez nem tudom, tehát fúj. Száj. Hát csak... Fú, megéreztem a szagot. Ugye milyen sós? Igen, egy töményben nagyon... Mindig, amikor megmozdul! Megkapod a szegény kutyát. De én megkapom a kutyát. Ugye milyen kurva szar a sós íze? Szerintem Feri más. A só miatt? Hát. Nem, én ezt megkosom, én nem fogom szerintem. A só miatt? Nem nagyon tudok nyitni a szaktól. A fekália szaktól. Hát ez nem az. Érdekes módon, tehát az első höklendezés az tényleg a szaktól volt, de utána meg a sós íz, tehát borzalmas ez a sós íz. Valami borzalmas. Fú, most megint a szag is borzalmas amúgy. Persze. Rettenet. És ezt így kell elfogyasztani, mert hát, meg kell elérni. De ezt nem így a napon ennyire. Itt Jézusom. Az a baj, ne sírj, Feri, ne sírj! Van, hogy így látod, hogy ez még nem is nyers, de nem is... Igen, nem, igazából... Megmondom őszintén, én sokkal rosszabbra számítottam szagra. Sokkal rosszabbra számítottam.
Nem olyan brutál. Hát... Hát... Figyelj, büdös, de... széndioxidot jobban érzem rajta, tehát hogy igazából... Én most is sós tőle a nyálam, érted? Igen, sós. Borzalmas. De azért van egy aromája, ami... Amit én nem tudok elvonatkoztatni tőle. Igazából semmi, sós. Aromája. Húzzatok innen? Megtámadtak a legyet. Hú, basszus, nem. Sokáig marad az utó. Az egy dolog, hogy most közel van az orrom a számhoz, de... Igen. Tehát... Rettenet. Savanyú. Nem, tehát ne, én nem éreztem savanyú ízt, hanem borzasztó sós, és az a benne a rohadt zavaró, hogy nekem... Igazából már kijött a savanyú is. Én is inkább csak a sós ízt éreztem. Azért mondom, hogy csak az a baj, hogy így a számról. De meg most a szag maga visszajön. Az ízzel egyébként nincsen gond. Tehát igen, tényleg de... hering íze van. A igen. Hering az amúgy csak a kedvencem. Tényleg hering íze van. Semmi extra, csak sós. Hát de van mellette egy ilyen... Akkor most kenjétek meg azt a pirítóst bele. Egy ilyen... Első falat a tiéd? Vállalod? Nem. Nem, én nem... Ennyi elég volt. Hát amúgy öklendezni nem öklendezem tőle, de hát én se, tehát... szerintem nem vagyok annyira közel hozzá. Ez tényleg utána szeretnék kezdet most mi? Figyelj, de mondom, szerintem az nem segít. Így, hogy már harmadján ötödjére szabadok bele, nem rossz. Tehát azt mondom, hogy bőven elviselhető. Tehát... Hát igen, elviselhető, csak de mondjuk azért az elmond valamit, de... hogy nem sima, hanem egyből dög legyek. Igen. Ezek a kék-zöld színű. Legyek. Igen. Ők meg azért sejtenek valamit így az ízéről, igen. Nem, azon kívül, hogy sós. Van valaki érzekkel. Egy kicsit. Nagyon érdekes. Némelyik kuka az orszak. Is kezdett kell mosani, hogy a köszülét. Mert... Jó. Csak az a baj, hogy a szag az a típusú szag, ami... Én nem tudok elvonatkoztatni így fekáliától, meg ilyen nagyon... Nem, én nekem nem is szarszagú, nem is fekália jut a szembe róla, hanem ez a rendes klasszik rothadás halszag. Igen, rothadás ilyen... halszag, és mint a vulkanizálásnak a szaga, amikor az igen, autógumiknak igen. Van valami hasonló szaga. Igen, a kén miatt, mert kén van az autógumiba is. És a rothadásnál is kén hidrogének szabadulnak föl. Full töményben nem, igen, széndioksziddal tartósít, tehát igazából a buborékok a még mindig jönnek föl. A baktériumok fejlesztik a széndioksziddal. Hú, de ez most komolyan olyan, mint amikor így agyon használnak egy gumit. De tényleg, tehát amikor megég a gumi... Azt érzed. És egy az egybe. Rettenet, de most, mondom, már, hogy... most már hozzászokott az orrunk, igen, és igazából nem egy veszély. Most már azt mondom neked, hogy nem is bánt a szaga. Nem. Mondjuk az íze az még hagy maga után kívánni valót, szóval... Most már számban nincs meg az a... Most mindig csak a sót. Én láttam az arcod, hogy hát ha már itt van, meg kéne kóstolni, de ez... Megkóstoltam, de... Én nem köpködtem egyet. Szerintem elég volt. Mondjuk nem én akkor a mennyiséget vettem magamból, tehát... Amúgy nem tudtam lenyelni. Néha jönnek fel ilyen buborékok. Igen, kicsit a húsban, a buboréktól tekints el. De nehogy már most itt van és nem kóstolom már. Igen, hát egy nagyon meg. Csipetet szedjél le, amelyik nem só. Akkor már... Úgyhogy... Ebből a kis izél részén. Itt onnan. Már Gabi megbontottam. Ha már egyszer itt van. Gyorsan kent szét. Az a baj, hogy a szádból visszajön a szag. Meg lehet oldani, sokat kell nyelni igazából. Nem az ízzel van a nem gond, az íz. Hanem ahogy a szag visszajön az orrodba. Azzal van baj. Egyébként magával az ízzel nem lenne baj. Maga az simán íz az elképesztően sós hering íz. Tehát én megmondom, hogy szerintem sokkal rosszabbra számítottam, szerintem. Igen, szerintem így, hogy nyitva volt egyébként. Valószínűleg az a gáz, ami fölgyűlt benne, az már egy nagy nyugodtan része. Nyugodt, azért jöttünk ide. Nem kell aggódni, ez ilyen. Hát de most ahhoz képest, hogy valaki kinyitotta, és elkezdett abban minutában neki hát okádni üvöltve, hát ahhoz képest szerintem ez nem brutál. Szerintem amúgy ezt, hogy így láttam, amikor magyarok nyitogatták, egyébként a magyarok meglepően jól bírták. Csak próbálkozunk vele. Egyébként azok a fajta... Mert szép színhús, igen,
Én ennél sokkal rosszabb állapotban lévőket is olyat, láttam ami videókat, ami gyakorlatilag az egész, ilyen nyálas, egy ilyen leves. Amikben benne van a bele, meg minden. Nincs benne a bél, hanem nem, maga, hogy... maga a hús úgy néz ki, mint a bél lenne, mert annyira szét van folyó. Ja. Elképesztő egyébként. Jó, időnként egy kicsit erősebben megcsap, ami még följön, de már a buborékok azok már így igazából... Győzkedik magukat. Igen. Miért már mindannyian megkóstoltuk, szóval... Megkóstoltuk, mi megkóstoltuk meg, már mindannyian, úgyhogy azt mondom, hogy... Meg lehet, hogy már fel vagytunk készülve, hogy látunk egy csomó videót, meg minden. De nem, figyelj, erre mondom neked, hogy ha valaki nem bírja, büdös. Akkor úgyse fogja bírni. Tehát akkor tök mindegy, ha 600 videót megnéz, akkor sem fogja bírni. Csak annyira nem, hogy hányok tőle talán. Jó, egyéb mondjuk én nagyon keményben nem sziplázok. Egyéb bátor smerész. Nem egy veszélyes dolog. Kis húsdarabot onnan. Ott az nagyon picit, ha megkóstolod. A kis pirítóssal. Igen, egyébként az inkább csak hiszti volt az egy a részéről is, hogy nem tudja megenni. Igen. Igazából igen, az, hogy nagyon erős. Sűrű a szag, más nem. Ja, most így beálltam a csíkba. Nem, tényleg, most, hogy megszoktam az órom ezt a büdöset, ezt büdös. Nem lehet megszokni. Én éreztem, tehát én éreztem, igen, tehát én maradjunk annyi, hogy jártam lenne a Szentémel a proszektúráján. Tehát én ott éreztem olyat, amikor mamát lehozták. Az elszakvő kb. Ezek. És ne vegyél levegőt, nagyon egyszerű, vegyél egy nagyot messze, és utána így harap rá. De a szádból visszamegy az orrodba azért. Na, most jól alaposan kerekni. Fúj, basznek! Na? Bírni megy fogod? Megy még a felvétel különben? Menni fog. Fog. Akkor jó, majd fél órát tudsz felvenni. Lement, de ez undorító. Ugye? Na? Ennyi. És most megint jött a szaga. Ugye? Amikor megkapod mint ezt amikor az erőt? Igen, egyszer-kétszer jön erre, az nagyon kemény. Na, akkor grillezünk. Automatikusan le akartam volna nyalni az ujjamat, de... Igen, nem lesz. Na vigyed, ha már belenyomtad az orrod. De. Hát akkor. Azt a minden. Hát ez gyönyörű volt. Na most szétteríted nagyobb ízre, azaz. Átszakasz meg egy gödrö. Kiszöntöd, vagy lezárod úgy. Ez rossz lesz. Ja. Elföldeljük szépen. Igen, nagyon kemény. Ha, mert... Szerintem ez olyan büdös, hogy a rókák kiássák. Itt annyi róka nincs. Van egyébként, én majdnem mindig, mikor megyek föl a telekre, látok. Ferike. Igen, de egyébként annyira talán nem vész, hogy hányak is. De, vészes. Ó, most amúgy sokkal durvább, mint eddig. Most megmaradt itt a fák között. Na, hát ez jó volt.